Маша! Да не ты такой чувак, нам не один какой-то пая, али саду. Ова руку, да он берёшь, ты та! Боже мой, тот не осиштен, не дай. Az utolsó Székely-Mennyei megyei forgatáson vagyunk Nagyajtán. 10. H-ét nézzük meg a mai meccset, ugyanis a nagyajtai csapat, illetve Galence mérkőzik meg. Aki nyár, az lesz a 10. a szezonban. Egymás meget vannak a tabellán. Szávú, ma azt hiszem valahol meccse van, de azt mondja, hogy olyan jó meccs lesz, inkább álljott ide velünk megnézni. Keresem az új csapat. Igen. Ingyen leigazolható Los Angeles egyetlen megyei játékosa. Még van egy óra a meccsig, szokás szerint nézzünk szét, várjuk a nézőket, kérdezősködjünk. Kétig maga csinálja itt a szakácskodik? Igen, akkor ma finomat főz? Hát én szoktam ma a tavából. És a csapat ma mit főz ki? Mi lesz az eredmény? Hát kéne nyárjunk ma, olyan nincs, hát azért főtok. Ha nem, nem kapnak belőle? Kapnak így is, úgy is. Hát én azt mondom, hogy egy olyan 3-1-re nyerünk. Fiatal csapatunk van, nagyon jó összetartó gyerekek. Fiatalok, ez egyszer biztos. Jövőben beszélgetünk aztán a bajnokságban, jövőben. Most kezdtek összeszokni. Forma 1-et nézel? Igen. Mike Nagy Diaz? Spanya. És mekkora a legnagyobb konya körülbelül? Akkora van-e mindaz a vonalban ott? Azon a pályán akkora nincsen. Nem rossz pály. De ez a szinthez, ami van itt Kovasz nemegyében, negyedik ligában, ennél rosszabb sok van. Ahhoz képest, hogy más pályákon milyen vonalak szoktak lenni, ez tökéletes. Erdővidéken 3 csapat van, 2-nél már forgattunk, Bardóz-Barót kipipálva, most pedig itt vagyunk a 3-nál, Nagyajtánál. Én nagyon örvendek, hogy Erdővidék ilyen nyitott, ilyen modern, ilyen trendi, és elhívott mind a 3 csapat Erdővidének magához. Na nézzük, mit kapunk itt a Gyajtaiaknak az öltözőikben, hát szóval itt vannak még a mellények, ugye, biztonságiaknak. Pompa, az mindenféleképpen lopták fel, annak-e fújva még nincsenek. De már van, úgyhogy lesz már egy vizita. Hány fokon van? 40 fokos. Ott a linás korpa? Az ilyen lagos rajt. Ez a miénk a 80 éves öltöző. 84 éve folyik a fotball nagyon. Szüntel? Nem. Meg úgy színve, de újra kettő. Az a lényeg. Igen. Ne annyit te halandi kapta! Szerintem. Ez milyenféle kóla te? Egyik kóla. Hát nem tudom, hogy mi lesz a mai meccs eredménye, de annyit tudok, hogy ha nem nyerünk, akkor a pálya el lesz adom, mert ingatlanos vagyok, és biztos, hogy eladjuk a pályát. Nem tudom, eladjuk-e, de meg lesz így, de hát biztos, hogy jövő hét folyamán. Cipőd, az kibírja a meccset? Ezt ki kell bírni, nem vagy ezt a meccset, azt a szezon, még a meccset most is ki kell bírni. Kés tuplival kevesebb, de ennyi, meg kell bírni. Ilyen rosszul menj az ingatlan ügyekség, nincsen. Nézzék, bárcsa, nézzék. Abban a cipőben akarsz játszodni? Hát ebben kell, nézzék, amikor fáj szívvel lecsoptam, nem előgött, de most ezt is le kell. Van egy bicska valamelyik? Székelyek vagyunk, de nem hordok bicskát, mert használva. Te vagy a Ince Csaba, igen. Békület írjalak ide a messzőrnek. Jó, én vagyok a masszőr. Bárkit megdolgozok, bal kézzel, jobb kézzel. A Békület írjalak. A Békület írjalak. Jó, köszönöm. A bélettetek fogva bakterek. Tegásnak. Tegások. Kupára le is teszed.
Az a hátránya ennek a munkának, hogy megmelegítik a sör az asztalon? A legnagyobb. Hát igen, mert nem lehet inni be. Van mindenféle hatalommal fejlő az ez a mellék. Hallod-e? Tudod-e? Egyet egy csekit. Annyira nem finom, mint a sör, de megteszi. Meg, hát adok neked is, hogy ne legyen ráfoglalkozva. Elég vesz, köszönöm. Nem, sajnálom. Jó bincsecske. Hát úgy, hogy futballozott. Már volt meg az ember, érted, és muszáj, hogy feltegyék őt is. Volt egy olyan kicsi rövidne drag, érted, és haltú farzsább volt. Megraktak tök maga, és a körbe bejáll, hogy ő szotyizott ott a körbe. Futballmeccs közben? Így volt-e? De így volt. Gyerünk, éj! Nyára jó vagytok? 3-1. Ezt ma már hallottam többször, az egy jó árádni. Ha 1-0 lesz, akkor is jó volna. Bíznak hajtában. Te vagy nem? Az a Gabika, aki... Igen, Csabika, én vagyok. Vagy Csabika. Igen. Na hát örvendünk, hogy megismertem. Tiszteltem. Nagy ajtai születések vagyunk, de nem itt lakunk. Fekete Halomban. Tudod hol? Hogyne. De mikor mi fiatalok voltunk, gyerekek voltunk. Igen. Ajtán a meccsen. 4-5-600 ember is volt a pálya körül. Sokkal az igen. Nem szabad vinni. Most már mindenki ízi. Foglalkoznak, hogy van-e meg, nincs-e meg. Kiátszni. Abból a szempontból, hogy jó szívvel játszadott. Pénz nélkül. Jó kedvünkbe játszottunk. Pénz nélkül. Adtak egy sört a meccs után, vagy... Így megköszönöttük, hogy adtak. Annak is örvendtünk. Azt mondom, hogy... Döntetlen. Mi jöttél egy a meccsre? Otthon mit csinál? Bárki bármit mond nekem, így meccs előtt. Ez eddig a legszebb kicsi pad. Jönnek a bírók, kezdődik lassan a meccs. De mutatom a kis padot. Na csak befogták magá. Csak be, 20. Nyár egy nagy ajta. Tiba kéne. Jó. Hamilton fan, eredmény? 1-1. Mi van? Nem tudom, mit mondok. Kérdezzem meg, hogy a VIP-á, hogy mennyi bekerül, vagy hogy van ide a jegyet, hogy lehet venni? Nagyon drága. Láda sör. 100 ör lej. Láda sör. Láda sörét itt a VIP-á. Se fliki. Mit tipeltek a mai meccsre? Már még 0-0, úgyhogy... Hát nem az a lényeg, hanem ami fontos. Hazai nyártás lesz. Csukd meg, Endre! A mi... Helytállásunk korrekt volt örökké, akar kijött ide. A bíróéke nem biztos. A bíróéke nem biztos, a 100%-os, de a milyen örökké, nálunk nem. Nagy ajtán azért civilizált emberek laknak. Tegyed úgy! Cseszterész! Hagyjad! Hello! Mi áll? Mi áll?
Mi van? Ilyen nincs ember! Milyen lassú volt ember? Hát lelátatlan ember! Hát ilyen nincs! Ilyen nincs! A minden esetre ajtó vasít. Én szerintem. Ma? Ma vasít. Én szerintem eláll a fotballra, amit most átadik ajtó vasít. Én megmondtam, ha ajtó gólt kap a hónapjánkodig, el azt is sem nyert. Kikapnak. Kikapnak? Miért mondod ezt? Tehát úgy, hogy a barátod is ott játszik a csapatnál. Nem kapnak. Igen, és akkor mennyire nyernek? Nem tudom. Csináltál már képeket? Mutasd meg na nekem, milyen képeket csináltál. Lefényképeztem azt a gólt, amit nem fogadtak el. Brigitte, nem kéne írni, hogy mennyi az eredmény? Nem kéne rakjad fel? De, felmászok, kimutatom kézzel. Egyben vissza! Dunnu Bekáli, kicsengetésről jött? Igen. Nem? Konfirmálásról. És de kellett volna ma játszodjon itt a csapatnál? Így nem. Én Barutnál játszodok. Jó. Csak leléptünk meccsre. Nekem nyáren akarom, többet nem jött. Erre Tudi! Már itt lakok ajtam, de többet nem jött. Bravo Tudi! Menj a herótodba, Bali, hagyd békén. Jó van, Bebi! Jó, bagatom! Én nálunk, Bebi, no! Gyere, Bebi! Gyere, Bebi! Go, go, go! Eszterő! Most már vezethetne ajta egy zéróra. Ehhez nagyobb tehetség kellett nem bérugni, mint bérugni. Wow! Hát hallod, ennél nagyobb csát még a pályán sem láttam mai nap, úgyhogy... Most mondta az egyik gelencei játékos, hogy 5 meccset játszottam eddig csak a szezonban, már kétszer törték el az oldalon. This is the Székely fucking Mennyei megyei. Csúrról meg a szégyél! Azasta! Veligozgató! Gyere, Bebi! Na, nem gondoltam volna, hogy ezen a meccsen is látok ezt a kokoskodást. Ami meglepett, hogy az ajtaiak játékosok kapott sárga lapot, a velencieké pedig nem, de hát ugye ez még idáig ilyen, nem láttam meccsen, mert minden meccsen az van, hogyha két játékos összekapaskodik, akkor mind a kettő sárga lapot kap. Kivéve itt, ezen a meccsen. Te faszfej, te rajtai okot, amikor fautálják, nem lassan, ki az anyád p***dot, neked kifot a pillanat. Baszom a taknyász istenedet, tudja, hogy úgy megrugom a p***d, elrepültem. Olj rá, osse, nem kapunk ki, mosse. Székely Mennyei megyei csomagtartó felszerelés, ugye a Szotyi az elengedhetetlen, a sofőrnek ugye citromos zérós sör, és a lényeg a fészi, hogyha a bíró rosszul fúj a meccsen.
pártolja, mit kapott, kőolajat kapott-e tőlik, vagy mit kapott tőlik? Szerintem pálinka. Láthatsz majd engem, köszönhetsz is, hogy tudja, hogy a tánc nem veszett el. Semmibe foszlom, és amiben szereis, vitán te is magad ilyen etéri létezésben. Nincs miről álmodozzak, nincs miről, nincs miért álmodozzak. Nincs ami felvidíthat, nincs ami, nincs aki felvidíthat, nincs aki, nincs aki. A Roli az 1-0, ne! Te dobd! Te dobd! Te dobd! Roli! Kurvák itt annak a labdával! Gáttál vagytok, Ábi, hol kell kapra rugni? Az a második ilyen házatik a gyábossza. Lájnál visszon, ó, no. Á, Sándé! Ilyen nincs ám, te. Ez a magája válik, ugye? Zapja. Az idősapja. Zapjós, bátya! Nem volt elégedett akkorával a passzal az idősapó. Sarkat vedd elé! Másikót! A labda nélkül rúgott hezzó! A rúgsz egy gólt, van egy láda, sör a csapatka! Mit fütözte analfabéta? Na tehér rúg! Mit fütözte marha te? Akkor Mózik volt, kérdezte út, hogy ismárjam és... Azt valamelyik focistától kaptad azt a rózsacskát? Nem. Tőlem, igen. Hát elég szomorú, nem? Ne, sajnos. Kaj, fejem, a nem jó szunyi tansz, no! Bokótól nem látszik. Annak fajta lába, hé! 67-es van a bokóra. Mész be, belé feküdtél, megcsíptál, porold le! És csajok, hogy tetszik a meccs? Idáig. Már nem a mennyitek átokat. Nem is nézik. Dehogy nem. Nézitek? Igen. Oldom meg úton. Jó, az unitárus galamb, jó rúgta! Meg rúgja jajt azt az egy valahogy. Meg lesz a három pont. Ha meg, meg zéro, zéro. Jó is lenne. Jó lenne, mi? Jó, az unitárus galamb! Jó! Jó! Nem szóltad neki, hogy fél időben cseréljétek kaput? Zotyó, mit csinálsz? Ezt nem kell eladni a labdát, ez nem ház. Ingatlanos vagyok. Hova rúgod, ember ezt tette? Hajra, Asa! Nem kapunk ki, Masa! Hajra, Asa! Nem kapunk ki, Masa! Na jó, gyertek! Ki a kápó legények? Itt meg. Honnan jött ez nektek, hogy kezdjetek szurkolni? Hát onnan, hogy ugye járunk a juniorral meccsekre, és idegenben is ott egyszer elkezdtük berezgbe az egészet, és akkor ott úgy láttuk, hogy tényleg használ a nagyoknak, segít rajtuk, hogy ahogy bíztassuk őket, jobban mennek. Azt a meccset meg is nyerték 3-2-re. Úgy hallottam, valami atrocitások értek ott berezve. Igen, megdobáltak menet közben csikkekkel, a fadarabokkal, de ez van. Az idegenben? Igen, idegenben, berezgben. De nem töröttünk velük, végig szurkoltuk a meccset. Igaz, hogy a meccs végén kicsikét ijedve voltunk, és odafutottunk a buszhoz, de szerencsére baj nem lett belőle. Igaz, hogy volt egy öreg bácsi, az a bírókat megfenyelte Bicska, hogy mágyját megölök, és igaz, hogy nem jöttek ki egy 5 percig, de most már szurkolunk, amikor csak tudunk a csapatnak. Hajra, Hargita! Hajra, Hargita! Hát azt senkit ne tévesszem meg, hogy azt kiáltsák a legények, hogy hajrá, Hargita, ugyanis Kovászna megyébe vagyunk, nem mentem Hargita megyébe. Csupán annyiról van szó, hogy a Nagyajtai Sportegyesületnek van egy ilyen előtagja, az a neve, hogy Hargita. Utána nézünk, hogy honnan jön ez a hargitázás itt Nagyajtás, miért ez a nevik, de csak a meccs végén. Most még 0-0 az eredmény, várjuk a Nagyajtai gólt, helyzetek megvoltak, egyelőre a gól még késik, most talán. Hé, 11-es! Gyere, Roli, gyere!
Gyere itt itt a húsvészre! Hello! Ha nem a roppék! Ezt egy kicsit jobban rúgta volna a traktor a bálákról, úgy elvitte volna a labdát, mire húzom. Rakott alkohol a újból. Gyártok, de már megálltunk! Hát mind a két csapat keresi az igazát, de hát az igazság az a döntetlennél van, egy-egy lett. Én mondtam amúgy, hogy Ajta nem rúgja be a helyzetjeit, csak az lesz, hogy Gelencer rúg egy gólt, akkor kell harcolni az eredményét. Végeredmény egy-egy, ez van. Köszönjük, hogy álltél. Jó, ez az ennyi vagy, Andi? Igen. Jó, hát köszönjük, hogy álltél nagy Ajta arra. Hajrá, nagy Ajta. Menjünk, tudjuk meg, hogy a máz akkor az honnan és melyik időkből származik, mit ért át meg? De abban a dressben azt hozták a franciák. Nem tudom megmondani mennyi a standardját. Ja, hogy van Nagy Oltának egy francia testvérpelepülés? Van, igen, ők hozták, igen, azt a Fresnes dresset. 90-es. A 90-es évek, igen, akkor. 96-90. És játszott? Én igen, a hatással, nem tudom, hányos a számban, 15-ös, nem, a hatással játszottam. Az hát akkor maga nagy gólgetter lehetett, hogyha a hátásba játszott. Én, hát kérdeznek itt a statisztika szerint. Jobb volt, mint Ronaldo? Ülanom. Én... Hát tudja nekem mondani, hogy mit? Nagy Ajtai Hargita. Honnan jön ez a Hargita? Azt Hargitát, azt Kutlik Rudolf, aki létrehozta a csapatot, ő nevezte át Hargitának. De mi? Honnan? Hát itt valami hegységet itt ő valahol itt látott. Gondolom igen, és onnan van elnevezve a Nagy Ajtai Hargitát. Úgyhogy mi büszkék vagyunk, az egyszer biztos. Nagyon büszkék vagyunk, az 100%-os. Elteszem jó ár, ideadom a legényeknek már. Csak volt neked egy teli találatod? Nem az ötös. Sajnos nem az, sem a hatoson. Azt mondtad, hogy egy-egy. Ezért, amit te teli találatot csináltál ma, megiszok egy pálinkát, reál. Nemes, te rúgtad a gólt, ekkora sztár vagy, hogy három csajod, azt a mindenit, he. Fú, jó neked. Megengedhetem magam. Ez itt amúgy koncerteknek színpad, hogyha nyer az Ajta, a bajnokavatás itt lesz, vagy mi ez? Az akkor egy kicsit odébb lesz, hogy bajnokot avassuk. Tudjátok, gyenge, elég gyenge az ötüszünk látható. Megnyertünk egy pályázatot. Igen. Csak annyi pénzt kaptunk, hogy falból leálltett egy új ötüzi. A vasi fányit direkt hoztunk, valósul a fányit. Itt Zolika barátunk, itt Zolikát ismerünk. Há, hogyne, jó barát. Akar nősülni. Nem volt, ahol hirtelen költözünk. Mondtuk, hogy a csapat fejre hajtozza magát. Egyik széljá, és oda kölcsönöttük. Aztán amikor épít egy új halszat, azt mondta visszaadja nekünk ide az öltözőt. Most azért nincsen öltözőnk itt. Zoli még költözött a Nagy Ajtai öltözőbe? Igen, akkor ugye még nem tudott megnősülni, azért már közben jut a Covid. Az eddig megmentette. Most várja a háborút, tartok én a háború magyarul, akkor megint megverekül egy évre. Amúgy kényelmes, nem? Persze, tökélet. Kinek melyik pályázatnak kell megkeszteni az Európai Uniónak? A startupnak.
Attila barátunknak is van egy jó sztori, egy régi sztori, ugye ő Köpecről származik, a köpeci futballcsapat, amikor elment ezelőtt idegenbe, 80-as, 70-es, 60-as évek. Elég rég már az egy jó rég meg volt, szóval mondok, azóta sok le. Víz lefolyt itt. Elmentek futballozni idegenbe, és ugye ezelőtt a rőkonság miább, hogy jártek fiam, adjak pityőkat, olmat, ott adtak mindent, és adtak egy zsák pityőkat, egy zsák olmat. És hazafelé úgy megöltek részegedve, hogy félúton észrevették, hogy nem tudja milyen olma, milyen nem, de csutikaja nincsen. Úgy megöltek részegedve, hogy a fél zsák pityőkat megették olma háj. Megettem. Angyal? És adtak izét. Pityőkalcs olmat, ugye? Igen, olmacs, megver részegettek, szóval tesszak a várt és pityőkalcs, minden megettem. De angyaloson voltak futballozni, ugye? Azt hiszem, angyaloson valahol ott ültem. Már nem tudna a bízosra megmondani. Hát jól emlékeztem, hogy mondtak hazafelé, hogy milyen olma csutikalja nincsen. Biztos. Szóval kaptunk egy infót, hogy az előbbi sztori, a köpeci sztori az angyalosról kapták az almácsok pityókát, úgyhogy az angyalosi almát ették meg, aminek nem volt ugye csutikája. Nem te voltál az, aki amúgy csuka fejását tovább passzolta? Á, igen, azért már valamikor nagyapám Dimény Béla, sokan voltak a faluban Dimény Béla, ugye mindenki becsinálta. De én nagyapámnak előtt, hogy Csuka Béla becsinált őket. Azért tudom, hogy Csuka tud nyomatni, nem szökük Béla. De Roli, amúgy, az egy góltrucs egy dolog, de hogy ilyen gólörömre nem gondolj, hogy a barátnőnek egy rózsát adja. Azt mondja, hogy ezt nem tőled kapta, hanem valami barátnő adta neki. Vagy ki tudja, valami másik. Örüljön, hogy vagyok neki. Ez a legjobb ajándék. És hogyha egy galencei futballista adta neki, akkor mi van? Akkor mondunk fel. Jaj, drága jaj, Istenem, a szakahacsot! Na, hát legények, ti vagytok itt a hargitai jövő, meg kellene kérdezzek titeket. Először is az egyenlítő gól szerzőit, Rolikát, hogy azt szokták mondani, hogy életét és vérét adta a gólét, ugye itt van itt egy monoklia, az hogy szerezted, hogy sikerült, hogy élted meg a gólt? Amennyire emlékszem, Csuka fejesen bészögtem, földet csókoltam, kapuslábat csókoltam, és eljött aztán valahogy, de na. És akkor áttérnék lehelyre, aki elhívott ugye a csapat nevibe engem ide, hogy éltem meg belőle ezt a meccset? Hát először is köszönjük nagyon, hogy a nevében, futball csapat nevibe, hogy eljöttél. Elég nehéz meccs volt, nem arra számítottunk. Reméltük, hogy megnyárik a meccset. Reméltük azt, hogy meg lesz a három pont, és még lehátásaink fennább menni a tabellán, de ezzel a meccsel most elment. Meg kell elégedjünk a tizedik hálya. Jó volt a csapat, jól játszottunk, sok helyzetünk volt, csak ez a baj, a futballot gólra játszottja, és nem sikerült nekünk. Ő mondta nem, hogy nem tud beszélgetni, vagy nem. Ehhez képest, Diligában nem adnak ilyen izéket, interjúk. Gyakoroltam. Ott van a tükör előtt, mi? Igen. Vártad, hogy jöjjek. Ennél jobb érzés nem lehet, hogy a falu csapatát erősített. Ez a kötelessége szerintem. Főleg így vidéki szinten, falusi szinten, hogy a te saját faludnak a csapatát kell erősíteni. Ez állt a célú csak. Hát én ezt egy nagy családnak nevezném most már, mert tényleg készült. Szerintem tudti, hogy a tükör előtt áll, hogy ezeket így mondta, igen. Ott tartunk, hogy van, most megfogytunk a szezon végére, előre kezdtük 20 játékossal, de úgy gondolom, hogy tényleg, hogy most már nagyon összerázottunk, és mindenki barát, mindenkivel jó család összegyűjt itt. Na, és hogyha már itt Roli említette a célokat, hogy a szezon végén vagyunk, de hát ugye kell venni egy nagy levegőt, mindenki elmen nyarolni, Kostanca, tenger, megmossa a lábát, minden, levágja a körmit. Ősszel megint stusztit kell húzni. Mi a cél nagyajtán? Jövő szezonban. Hát egyszer reméljük, hogy ez a jó csapatunk megmaradt. Még próbálunk egy-két játékost igazolni, mert muszáj lesz. És reméljük, hogy most már következő szezonban legalább az 5.-6. hát megfognak meg. És ami még engem érdekel egy utolsó kérdésnek, hogy miért döntöttetek úgy, vagy honnan jött ez nektek, hogy meghívjatok engemet, idehez zátok, már sok csapat ugye nem akar meghívni, nem tudom miért, nem ártottam semmit neki, hogy nektek ez honnan jött? Hát én már nagyon régóta követlek, és akartuk, hogy nekünk is legyen egy ilyen tök jó videónk a csapatról. Hát én köszönöm akkor nektek szépen, legények, hajrá nagy ajtó. Sok sikert a jövő szezonban, akkor maradjon meg ez a nagy család. Ez a nagy család képviselje nagy ajtát, és akkor hajrá, Hargita, ahogy szokás mondani. Igen, jövőben találkozunk még egyszer. Jövőben találkozunk, legyen úgy.
Igen, tökéletes. Törül, még egyszer valamit, valamit rosszul, vegyünk-e újra valamit? Elrontottuk-e valamit? Jó lesz, meg tudod vágni minden. Most már lehet indítani. Nem lehet a hargitával kikukoricázni. Próbálja meg bárki, akira kíváncsi, hogy nem lehet a hargitával, nem lehet a hargitával kikukoricázni. Na hát, köszönöm szépen nektek, hogy velem tartottatok nem csak most a Nagy Ajtaj epizódban, hanem az elmúlt 12 epizódban összesen, mind az egész epizódot megnéztétek. Én Mr. Originality, azaz Csabika voltam. Az idei szezon lassan most már végéhez ér a Székely-Mennyei megyeibe, úgy Hargita megyébe a körzetibe is. De nem kell csüggedni, csapatok figyelmével felhívnám, hogy ősztől azért fogom fogadni és várom a meghívókot. Nagy szeretettel, lájkoljátok a videót, a feliratkozás mellett a csengőt nyomjátok be. Tyúkláb, rudláb mindenkinek, hajrá Székely, Mennyei megyei csapatok. Szerusztok! Nem lehet a Hargitából, nem lehet a Hargitából, próbálja meg bárki, s akira kíváncsi, hogy nem lehet a hargitával, nem lehet a hargitával kikukoricázni. Hajrá, ose! Nem kapunk ki, mese! Basom a taknyát, Istenedet!